A valaha volt második legmelegebb hőmérsékletet mérték Pekingben, több mint 41 fokot. Ennél melegebb csak egyszer volt Pekingben, 1999. júliusában. A meteorológusok figyelmeztetnek, marad az extrém meleg, a hatóságok felkészültek az idősek és betegek ellátására. SMS-ben figyelmeztette a pekingieket a helyi meteorológiai hivatal, akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet. Vörös riasztást adott ki, és arra kért mindenkit, ha tehetik, maradjanak otthon. Jelenleg 37 fok van, de délután 3-ra a hőmérséklet elérheti a 40 fokot, és egyelőre nincs semmi jele az enyhülésnek, mondta a kínai közmédia riportere. Aki tehette, a légkondicionált plázákba sietett és hűsítő italokat ivott. A hőség azonban minden várakozást felülmúlt. 41,1 Celsius fokot mértek a kínai főváros egyes részein. Ennél melegebb csak egyszer volt Pekingben, 1999. júliusában, akkor 41,9 fokot rögzítettek. A júniusi melegrekord eddig 40,6 Celsius fok volt, amit 1961-ben mértek. Utoljára 2014-ben kellett vörös riasztást kiadni Pekingben, akkor 40 fokos hőség tombolt. A 22 milliós megapolis hazánkhoz képest délebre, Athénnal egy vonalban helyezkedik el, ezért nem ritka a nyári kánikula. A mostaniról azonban a szakértők történelmi hőhullámként beszélnek. Több mérőállomáson is rekordmeleget mértek északon és a Sárga folyónál egyaránt. Az egyik pekingi állomáson 41,1 fokot mértek, amire még soha nem volt példa júniusi hónapban. Tehát a mostani hőhullám extrémnek mondható, mondta a kínai meteorológiai szolgálat vezető elemzője. A mostani hőhullámot már június közepén megelőzte egy másik, akkor is riasztást kellett kiadni. Elemzők figyelmeztetnek, rendkívül korán köszöntött be a hőség a kínai fővárosban. A gyakori és elhúzódó hőhullámok rendkívüli mértékben megterhelik az emberek szervezetét.